Az önként jöttem díj közönség szavazásáról és adománygyűjtéséről már beszámoltunk önöknek korábban, most pedig dr. Szuromi Kovács Ágnessel és a díjazottal fogunk beszélgetni, vagyis Székely Andrással, kuratóriumi elnökkel. Ugye a Végeken Egészséglélektani Alapítvány lett a díjazott, a győztes. Köszöntünk benneteket sok szeretettel. Köszönjük. Szerintem először ismerjük meg az alapítvány munkáját, leginkább, hogy mivel foglalkoztok és hogy miért kaptátok ezt a díjat, ez majd lehet a következő. Hát röviden, ugye 1991 óta működik az alapítvány, Kopp Mária alapította még, és ahogy a nevében is benne van a Végeken, az a cél, hogy azért segítsen eljutni a mentális egészséggel kapcsolatos, eljuttatni a mentális egészséggel kapcsolatos segítséget, támogatást azokra, akik egy kicsit messzebb laknak, akikhez nehezebben jut el. Tehát elsősorban az a célja, hogy a lelki egészséget, a mentális egészséget támogassa különböző tevékenységekkel, amiben ugyanúgy beletartoznak képzések, konferenciák és lelki elsősegélyvonalaknak a működtetése is a 2020 óta. Kopp Máriát említette, az ő örökségét mennyire őrzik, hogyan viszik tovább? Hát amennyire lehet, igyekszünk. Tehát maga az alapítvány is részt vesz több olyan programban, ami Kopp Máriának az eredményeihez kötődik, vagy a munkásságához kötődik, együttműködünk azokkal az egyéb kezdeményezésekkel, amiket ő szervezett. Meg hát tehát ez az a mentális egészség, azzal való foglalkozás, az ehhez kapcsolódó képzések, ezek minden olyanok, amiket ő is valamilyen formában végzett, és igyekszünk ezeket hozzáméltóan továbbvinni. Ágnes, neked személyesen is egyébként ez sokat jelentett, hogy ez az alapítvány nyerte meg a díjat, mert te is nagy tisztelője vagy Kopp Máriának. De ez később derült ki számomra, már nem az, hogy nagy tisztelője vagy, hanem az, hogy van köze alapítványnak. Igen, ez nagyon érdekes pillanat volt számomra, ugyanis mi ugye összesen 34 jelölt szervezetet kellett, hogy áttekintsünk, amikor a négyet szavazásra bocsátottuk, és rendkívül sok szakmai szempontot figyelembe vettünk. A legfontosabb szempont az volt, hogy milyen aktívan, milyen mélyen, milyen rendszerességgel vonja be az adott szervezet az önkénteseket a munkájába, hiszen az Önként Jöttem díjnak ez volt a lényege, és tényleg már zsongott, az én fejem konkrétan zsongott a sok-sok szervezettől, és akkor pontozási rendszer eredménye lett, hogy akkor melyik négy került be ugye a végső négy közé, és bevallom őszintén, nekem akkor még nem derült ki, hogy a Végeken Kopp Mária alapította, és aztán amikor kiderült, hogy ők nyertek, akkor még jobban utánuk néztem, és tényleg ez egy ilyen igazán megható dolog volt. Meg hát az is, hogy ugye az alapítványt a Call for Help nevű kezdeményezésért jelölték, és ezt elmondtam akkor is, amikor átadtuk a díjat, hogy nekem az is egy ilyen szimbolikus pillanat volt, amikor így láttam, hogy miről szól ez a Call for Help kezdeményezés, mert hogy egy krízis helyzet szülte ezt a kezdeményezést, és hogy nekem ez azt is jelenti, hogy mindig van remény, hogy a legsötétebb pillanatokból is születhet valami jó, hiszen az egészségügyi dolgozóknak, amikor hazaszorult mindenki más, és csak ők voltak ott a frontvonalban, és minden bizonnyal néha borzasztóan megrázó helyzetekkel kellett szembesülniük. Nekük indították ugye lelkes, önkéntes szakemberekkel ezt a Call for Help vonalat, és lehet, hogy egy-egy helyzetben ez jelentette a végső mencsvárat, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, azt gondolom. Lehet, hogy ez a történet is kellett ahhoz, a pluszhoz, hogy igazából a többi alapítványt is beelőzze a Végeken, vagy mivel tudott még az élre kerülni? Igazából erre mi sem láttunk rá annyira, hiszen mi abban segítettünk, hogy ne 34 szervezetet kelljen valakinek hozzánk hasonlóan áttekintenie, mert ez tényleg nagyon bonyolult azért kívülről, hanem mi segítettük az előszűrést, és utána elengedtük ezt a dolgot teljes mértékben, és csak figyelmet hívtuk fel arra, hogy van egy ilyen szavazás, de semmilyen módon, tehát mindenkit pontosan egyforma mértékben mutattunk meg, mindig nagyon vigyáztunk, hogy ABC sorrendben, mert hát valamilyen sorrendben kellett, úgyhogy napról napra változott az állás, változott az, hogy ki vezet, és be kell, hogy valljam, hogy számomra egyébként a többi cél is fantasztikus volt, tehát az Önként Jöttem díj nagyon szépen megmutatta azt, hogy a társadalmunkat milyen mélyen átjárja az önkéntesség, hogy mennyire minden területen szerepel. Tehát csak ha arra a négyre gondolunk, akik bejutottak a végére, vannak, akik hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat támogatnak, vannak, akik beteg gyerekeket, ugye itt voltak Andrásik, akik a lelki egészséget támogatják, de voltak, akik a mozgássérült fiatalokat támogattak, és ha az egész palettát megnézzük, akkor voltak környezetvédelem mellé állók, egymás segítő társadalmi csoportok, háborús menekülteket támogatók, tehát tényleg olyan szépen
életem megjelent, hogy a társadalmunknak egy nagyon fontos mozgató rugója és egy tartó oszlopa az, hogy vannak önzetlenül önként segítő emberek, akik mindig mozgósíthatók, hát és hogy gyorsan kell. Hogy ez a DS segíti, igen, az alapítvány munkáját és ad egy plusz lökést nektek. Mindenképpen nagyon fontos elismerés az önkéntesek felé is, meg hát ez egyébként egy olyan dolog, amely mi is tudunk még büszkélkedni, tehát ez azért nagyon fontos, hogy... Meg motiváló lehet, meg sok erőt adhat a további munkákban. Teljesen, ez mindenképpen egy nagyon komoly motivációt jelent. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Sok sikert.